Jó napot kívánok, szervusztok gyerekek, én Dudás Mónika vagyok Topolyáról, a Csáky Lajos általános iskolából. A mai óránk témája 5. osztályban a számtani közép. Gondolom ezzel a fogalommal nemigen találkoztatok, de ha rámutatok egy-két problémára, amit ezzel meg tudunk oldani, fejteni, akkor rájössz, hogy hallottál már ilyenről. A számtani közép másik neve átlag. Gondolj bele, hogy átlag szóról mikor hallottál, mit jelent az, hogy valaminek átlagát kiszámolni. Ha ügyesek vagyunk az elkövetkezendő 2 órában, akkor egy jó pár kérdésre feleletet tudunk kapni ennek segítségével. Például, ha emlékszel a jegyeidre matematikából, megtanuljuk kiszámolni átlagodat, hogy hányosra is állsz. Ezt már biztos többen tudjátok is. Vagy ha a héten minden nap nézted a Pannon TV műsorát, akkor naponta átlagosan hány percet foglalkoztál matematikával? A házi olvasmányodból, ha minden nap elolvastál egy-egy fejezetet, akkor napi szinten átlagosan hány oldalt olvastál el? Vagy például érdekes dolog az is, hogy kiszámolt családod átlag életkorát, átlag magasságát. Hát akkor fogjunk is hozzá, és először nézzük meg, hogy milyen képlet segítségével tudunk eljutni oda, hogy 2 szám átlagát vagy számtani közepét kiszámoljuk. Mutatnék egy bevezető feladatot. Ha például tornaórán a tanulók 2-szer futották időre a 30 méteres távot, és a tanár minden tanulónak lemérte mind a 2 idejét, de csak a 2 idő átlagát írja be a jegyzetfüzetébe, akkor András, aki először 6 másodperc alatt futotta le ezt a távot, másodszor 7 másodperc alatt, akkor a tanár vajon mit fog beírni a jegyzetfüzetébe? Ez lenne tulajdonképpen az átlag számolása, ami a következőképpen történik. 2 szám átlagát, számtani közepét úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk ezt a 2 számot, és mivel 2 darab számot adtunk össze, el kell osztani 2-vel. Tehát a 6 és a 7 13-at ad, tanultatok osztani, 13-2 az ugyanaz, mint a 13 osztva 2-vel, és erre 6,5-et kapunk, vagyis András 6,5 másodperc alatt átlagosan 6,5 másodperc alatt futná le ezt a 30 méteres távot. Próbáltam nektek ezt szemléltetni egy grafikonon is, hogy lássátok, az első futás 6 másodperc alatt történt meg, a második 7, a számtani közép vagy átlag mindig ott van ez a 2 érték között, a neve emiatt is számtani közép. Mert ez a 2 szám között található minden esetben meg. Innen egy képletet is leírtam nektek, amit nem árt, ha följegyeztek a füzetetekbe, hogy 2 szám, amit most A és B-vel jelöltem, számtani közepét vagy átlagát minden esetben úgy számolják, hogy összeadjuk ezt a 2 számot és elosztjuk 2-vel. Azt tudjuk, hogy az osztás jele tört vonallal is jelölhető. Bevezető feladatként olyan feladatokat választottam, ahol először ennek a képletnek a használatát, elsajátítását fogjuk begyakorolni. 3 különböző feladatot is föladtam, egész számokkal, tizedesekkel és törtekkel. Próbáljuk meg kiszámolni ezeknek a számtani közepét vagy átlagát. Nézzük az első feladat, mint ahogy az előbbi képletünkben is elmagyaráztam, össze kellene adnunk ezt a 2 számot, és elosztani 2-vel. Ez egy olyan feladat, amit remélem fejből mindannyian meg tudunk oldani. A 200 plusz a 300-ból 500-at kapunk, és azt, ha elfelezzük, vagy 2-vel elosztjuk, 250 lesz a számtani közép. Próbáltam egy számegyenesen is ezt bemutatni. A kiinduló számok, adatok a 200 és a 300, a számtani közép, mint ahogy a neve is utal rá, hogy valaminek a közepén helyezkedik el, a 250, a számtani közép vagy átlag
ugyanolyan távolságra van mind a két megadott számtól, tehát a közöttük mért egységek, távolságok ugyanakkorák. Egy kicsit nehezebb, amikor tizedesekkel kell dolgoznunk. Remélem ezt is meg tudjuk oldani. A tizedeseket úgy adjuk össze, hogy egymás alá írjuk a két tizedes számot, úgy, hogy a vesző alá kerüljön. Esetleg segítek egy kicsit. Hoppá, bocsánat. 3,5 tized és 5,3 tizedet összeadjuk. Lesz ebből 8,8 tized. Megmutatnám, hogy osztjuk el kettővel. Ezt is megtanultátok már az ezelőtti órákon, ugye először csak az egész részt lehet megkérdezni, 8-ba a 2 megvan 4-szer, visszaszorzunk, 2-szer 4 az 8, kivonunk, itt nem marad semmi, levesszük a következő számot, ami viszont, mivel a tizedes vesző után van, itt ki kell tenni a tizedes vesszőt, és 8-ban a 2 szintén megvan 4-szer, 2-szer 4 az 8, és nincs maradékunk, így kaptuk meg átlagra, vagy számtani középre a 4,4 tizedet. Mivel tizedeseket számegyenesen ábrázolni általában nektek nehezebben megy, ezért ezt is egy számegyenesen tükröztem. A 3,5 és az 5,3 tized között pont a felén van a 4,4 tized. Ki lehet számolni, hány egység távolságra van az első és a második számtól. A távolság minden esetben ugyanakkora kell, hogy legyen. Próbáljuk meg ugyanezt törtekkel, talán ez még egy kicsit nehezebb feladatnak számít, de ügyesek lévén 5. osztályba megtanultátok már a törteket is összeadni, tehát a 2/3 és az 5/4 számtani közepéhez össze kell őket adni, és elosztani kettővel. A két tört összeadását most levezetném a táblán, megpróbálok szebben írni, plusz 5/4, törtek összeadásánál először közös nevezőt keresünk, a 3-nak és a 4-nek a közös nevezője a 12, ezt tudod, hogy bírod a legkisebb közös többszörös megkeresésével megtalálni, de fejbe is tudsz közös nevezőt keresni méghozzá úgy, hogy fogod a nagyobbik nevezőt, és addig adsz 4-et hozzá, még nem jutsz el egy olyan számhoz, ami 3-mal is osztható. Tehát a 4 nem osztható 3-mal, 4-hez hozzáadok 4-et, az 8, a 8 sem, de ha még 4-et hozzáadok, az 12 lesz. A 12 már egy olyan szám, amit tudsz 3-mal is, és 4-jel is osztani. A 12-ben a 3, mivel 4-szer van meg, ezért ezt a törtet bővítjük 4-jel. A 12-ben a 4, mert 3-szor van meg, ezt a törtet bővítjük 3-mal. Így lesz itt fönt 8 plusz a 3-szor 5 pedig 15. Kapunk ebből 8 és a 15, 23, 12-et. Ami nekem itt szerepel a feladat levezetésében, 23-12-et törve kettővel, úgy nevezik emeletes tört, lehet, hogy még ilyennel nem találkoztál, de fordítsuk át ezt úgy, hogy egy ötödikes számára érthető legyen, a 23-12-et el kell osztanunk kettővel. Törteket osztani viszont már megtanultál, és tudjuk, hogy ha kettővel szeretnék osztani, akkor a kettes reciprok értékével kell szorozni. A reciprok érték az azt jelenti, hogy a számláló és a nevező helyet cserél. Így lett ebből 23-12-ed szor 1/2. Körözt irányba megnézem, lehet-e egyszerűsíteni. Ez nem egy olyan eset. Így a föntit a föntivel, a számlálót a számlálóval összeszorzom, és a nevezőt a nevezővel, és megkaptam, hogy ennek a két törtnek
az átlaga, vagy számtani közepe a 23-24. Ebből a feladatból arra is rá lehet jönni, vagy következtethetünk arra, hogy bármilyen két törtet, ha választok, annak mindig van számtani közepe, amiből azt szűrjük le, hogy bármilyen két tört között mindig tudunk találni egy újabbat, ami például az ő számtani közepük. Nézzünk egy-két olyan feladatot, ami a mindennapi élettel kapcsolatos, elég sok sporttal kapcsolatos feladatot választottam. Dóra kétszer ismételte meg a távolugrást helyből, és átlag eredménye 2,13 század méter lett. Ha tudjuk, hogy elsugrása 2,9 század méter volt, akkor vajon a második ugrása mekkora? Remélem érthető a szövegből, hogy most nem az átlagot, a számtani közepet keressük, hanem az egyik ugrás nagyságát. Ezért ez egy olyan egyenlet lesz, amelyben egy ismeretlen szerepel, méghozzá az első ugráshoz, a 2,9 századhoz hozzá kell adni azt az ugrást, amit X-el jelölök, amit keresünk, mivel számtani középről van szó. Ezt elosztjuk kettővel, és tudjuk, hogy az átlag 2,13 század kellene, hogy legyen. Ahhoz, hogy ezt az egyenletet megoldjuk, ez is nektek már remélem megy, mivel korábbi órákon már foglalkoztatok egyenletek megoldásával, először is igyekezni fogok a törtet eltüntetni, vagyis beszorzom kettővel, az egyenlet mindkét oldalát megszorzom kettővel, amiatt, hogy a tört résznél a két kettest köröszt irányba le tudjam egyszerűsíteni, és akkor ott csak 2,9 század plusz x marad, egyenlő, és a 2,13 századot, ha megszorzom kettővel, az 4,26 század. Hogy eltűnjön a 2,9 század az egyenlet bal feléről, ezért mind a két feléből kivonok 2,9 századot, így a bal felén megmarad csak az ismeretlenem, jobbról pedig ezt a két tizedes számot ki kell vonni egymásból. Ahhoz egymás alá kell, hogy írjátok őket, úgy, hogy a vesző alá kerüljön, és ha ezt a kivonást elvégzitek, eredményre 2,17 századot fogtok kapni. Vagyis a válasz a kérdésünkre, Dóra második ugrása 2,17 század méter volt. Számolt ki például hányas ház történelemből, ilyen és hasonló feladatokkal már lehet, hogy próbálkoztál, és számolgattad már átlagodat egyik-másik tantárgyból. Vegyük az én esetemet, nem igazán voltam erős történelemből, képzeljük el, hogy egy tanévben 4-es, 3-as, 3-as, 5-ös, 4-es, 4-es jegyeim voltak, amit most látni kéne, hogy ez nem két darab szám, hanem több számnak is keresem az átlagát, az a következő képen oldódik meg. Az összes osztályzatot össze kellene adni, és mivel összesen 6 darab jegyem volt ebben a tanévben, ezért ezt az összeget 6-tal kell elosztani. Szerintem fejből is össze tudjuk a számokat adni, az összegünk 23 lesz, viszont a 6-tal való osztását levezetném a táblán. 23 osztva 6-tal, 23-ba a 6 megvan 3-szor, 3-szor 6, 18, aláírom, kivonom, itt maradt az 5, leveszem a következő számot, ami már fönt nem létezik, akkor ki kell tennem a tizedes veszőt, és itt egy nullát írok utána. 50-ben a 6, megvan 8-szor, 6-szor 8, 48, kivonom, maradt a 2, leveszem a következő számot, az ismételten egy nulla hozzáadása, 20-ban a 6 megvan 3-szor, 3-szor 6, 18, a maradékom megint 2, és ez így folytatódna, ezek a háromasok. Írtam így, hogy ez megközelítőleg egyenlő
4-essel, tehát történelemből, ha az átlagom 3,83 század, az azt jelenti, hogy nekem 4-esre lenne a történelem jegyem lezárva. Az előző feladat segítségével azt lehet megállapítani, hogyha több számunk van, akkor a számtani közepét úgy kapjuk meg, hogy az összes megadott számot összeadjuk, és mindig elosztjuk annyival, ahány darab számot adtunk össze, tehát az összeadandók számával. Testnevelés órán a fiúk kosárra dobásból versenyeznek, ez egy újabb feladat, mindenkinek 10 dobása van, és a következő képpen alakult a dobások száma, az első tanuló a 10-ből 6-ot dobott be, a második 5-öt, és így tovább látod az adatokat. Ki kellene számolni, hogy átlagosan hány sikeres dobása volt egy-egy fiúnak. Mutatom, ha ilyen több adat is szerepel egy feladatba, akkor hogy ne kelljen mind a 10-et leírni és összeadni, egy kicsit lehet ezen rövidíteni, és megnézni, hogy a megadott adatok között két helyen is szerepel a 6-os, ezért nem azt írom, hogy 6 plusz 6, hanem odaírtam rövidebben 2x6. Amihez hozzáadom, 5-ösökből látok 3-at, a 3x 5-öt plusz 7-esekből, ha jól látom, 2 van, 2x7, és így tovább, és emiatt egy kicsit lerövidíthetem a feladatom hosszúságát. Amikor összeszorzod ezeket a számokat, kaptam 12 plusz 15 plusz 14 plusz 8 plusz 3, összesen 10 fiúról beszélünk, ezért 10-zel osztunk, az összeadott számok 52-t fognak adni, 10-zel osztani tudjuk, hogy nagyon könnyű, mert csak a tizedes vesző helye utazik egy hellyel bal irányba, és így átlagosan 5,2 a dobások száma. Nézzünk még egy feladatot. Ha tudom két szám átlagát, hogy 248, az egyik szám pedig a 149, melyik a másik szám? Ez nagyon hasonlít egy előbbi feladathoz, de mivel ezek a típusúak mennek számotokra egy kicsit nehezebben, ezért választottam ebből még egyet. Fölírom ezt egy egyenlettel, tehát megint az egyik kiinduló számot keressük, és az átlagot tudjuk. Tehát x plusz 149 törve 2-vel vagy osztva 2-vel, és egyenlő kell, hogy legyen 248-al. Az egyenlet megoldásához először beszorzom az egyenlet mindkét felét 2-vel. Amikor ezt megtettem, a tört alatti 2-es, a tört vonal alatti 2-es, vagyis a nevező, és a szorzó 2-es leegyszerűsödik, így lesz itt csak x plusz 149, és a jobbról lévő számot is 2-vel meg kell szorozni, amiből 496-ot fogunk kapni. Ahhoz, hogy az ismeretlent, az x-et megkapjuk, az egyenlet mindkét feléből kivonunk 149-et, így megkapjuk, hogy az x egyenlő 496 mínusz 149, vagyis a másik szám, a 347, amely a 149-es számmal együtt átlagra 248-at fog nekünk adni. Több olyan kérdést felvetettem az óra elején, amire most nem adtam választ, de a következő órán azokra is rá fogok mutatni, azokat is megoldjuk, úgyhogy remélem, hogy velem tartatok a következő matek órán is. Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna.